Egyre gyakoribb betegség az inzulinrezisztencia. A Magyar Diabétesz Társaság szerint több mint 70%-kal nőtt a cukorbetegek száma Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben. Jelenleg hozzávetőleg 772 000-en szenvednek diabétesben. Utána jártunk, hogy kiket érinthet a betegség, és táplálkozásunkkal hogyan tudjuk befolyásolni. Kezdjük ott, hogy mi is az az inzulinrezisztencia. Különböző sejtjeink vannak, májunk, ízlunk, agyunk, és akár még így is lehet beszélni, hogy agyi inzulinrezisztencia, vagy a zsírszövet inzulinrezisztencia, vagy az izomszöveté. A lényeg, hogy egyre nagyobb inzulin szint mellett képes csak a cukrot fölvenni mondjuk az a szövet. Az inzulin az egyetlen raktáros a szervezetbe, és ez gyakorlatilag egy civilizációs betegségként fogható fel az életmódunk következtében. Először ugye azt látjuk, hogy normál cukrok mellett emelkedő inzulinszintek, és a végén már magas inzulinszintek, egyre magasabb cukor, beérünk a diabétesz kategóriába, gyógyszereket kell adnunk, és a végén akár külső inzulinnal is kezelni kell, és ennek a kettes típusú időskori cukorbetegségnek ez az egyik fő komponense, ez az inzulin rezisztencia, de más betegségeket is érint, például a policisztás ovárium szindróma, ami a meddőség egyik oka, a ciklus zavarok mögött gyakran talált kórkép, amiben szintén inzulin rezisztencia van. Így a kiket érint, az a népességnek egy elég széles köre, akiből nem lesz cukorbeteg, de túlsúlyos, ott is már mindig találunk inzulin rezisztenciát, és egész fiatal korban genetikai örökség plusz táplálkozás, környezeti tényezők hatására már megjelenhet, és akár serdülő lányok ciklus zavara mögött még normál súlynál is találhatunk inzulin rezisztenciát. Ennyi finomított szénhidrátot evolúciósan soha nem fogyasztott az emberiség, ezért a diétának is kulcs összetevője. El kell hagyni a cukrot és fehérlisztet. Természeti népek táplálkozásában ilyen mértékű szénhidrát bevitel nem fordul elő, ezért mindenképpen korlátozni kell a bevitelét. Az orvos választhat, hogy mennyire szigorú, a beteg is választhat, hogy mennyire szigorúan hajlandó követni a tanácsokat, de a finomított szénhidrátok elhagyása az kulcs, és a bőséges fogyasztása az pedig abban kulcs, hogy kialakul ez a kórkép. Szokásaink megváltoztatásával javíthatunk állapotunkon. Ahogy az életmódunk okozza, úgy életmód terápiával gyógyítható, ez lenne a kulcs. Többet ér, mint a gyógyszer, és ha adunk is gyógyszert segítségül, főleg kettes típusú diabéteszesekben kulcs gyógyszert adunk erre, egy metformin nevű hatóanyagot, és policisztás ovárium szindrómában is szoktunk segíteni, de ha nincs életmód terápia, akkor nem működnek ezek, amiben az étrendnek, tehát finomított szénhidrát elhagyása, szénhidrát megszorítás és a mozgásnak szerepe van. Ha elképzeli, hogy telítettük a szervezetet energiával, az inzulin az egyetlen raktáros, de már sehova nem tudja lerakni azt, amit megeszünk, tele az izom, tele a máj, nő a zsírszövet. Az inzulin szintet úgy tudom csökkenteni, ha kevesebb szénhidrátot viszek be, kevesebbet eszem, mínuszba viszem egy kicsit a kalória bevitelemet, és az izomból úgy tudom eltüntetni a raktárakat, ha használom, megdolgoztatom, és akkor van helye a táplálékkal bevitt szénhidrátnak is majd. Abban, hogy pontosan mennyi szénhidrátot fogyaszthatunk, vagy milyen típusú ételeket ehetünk, dietetikus tud segíteni. Mülleni Takács Viktóriát gyakran felkeresik ezzel a problémával. Minden nap találkozok a praxisomban olyan beteggel, aki inzulin rezisztenciával küzd sajnos. Igazán most már úgymond nem is válogat a betegség, mindenféle korosztályt, mindenféle nemet érint, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a nők betegsége, de egyre több férfi páciensem is küzd ilyen betegséggel. Helyes táplálkozással nem csak javíthatunk állapotunkon, hanem meg is előzhetjük a betegség kialakulását. Akinek a családjában esetleg előfordult inzulin rezisztencia vagy cukorbetegség, vagy a nők körébe terhességi cukorbetegség fent állt, akkor egy egészséges táplálkozással tudunk javítani, és esetleg el tudjuk kerülni ennek a betegségnek a kialakulását. Nagyon fontos, hogy a szénhidrátokra kell koncentrálni a diétában elsősorban, mivel a szénhidrátokkal nagyon jól be tudjuk folyásolni a vércukorszintünket, azáltal pedig az inzulin szintünket. A szénhidrátoknál kettő csoportot különböztetünk.
különböztetünk meg. Vannak a gyorsan felszívódó szénhidrátok, ami a nevébe is magába foglalja, hogy hamar megemeli a vércukorszintünket, ezáltal egy nagy inzulinválasz lesz a szervezet reakciója. Ezeket kéne elkerülni. Mik is ezek a szénhidrát típusok? Elsősorban is a cukor, a méz tartozik ebbe a csoportba. Teljes mértékbe kerülni kell, nem az édes ízről kell lemondani, hanem ezekről az édesítés típusokról. Ma már elég széles a paletta az édesítőszerek terén, én úgy gondolom mindenki a saját igényének, hitvallásának megfelelően meg tudja találni a megfelelő típusút. Gyors szénhidrátok körébe tartoznak még a fehérlisztek. A fehérlisztből készült kenyerek, kiflik, zsemlék, péksütemények, a fehérlisztes tésztaférék ebbe a csoportba tartoznak, a fehér rizs, egyetlen egy kivételével ez a baszmati rizs, mert az lassú szénhidrátos, gyors szénhidrátos még a burgonya, a tej-tej termékek és a gyümölcs. Tehát ezeknek a bevitelét azért korlátozni kell. Én úgy gondolom, hogy egy inzulinrezisztens étrendjében is helye van a tej-tej termékeknek, gyümölcsöknek is, hiába gyorsan felszívódó szénhidrát. És inkább a lassan felszívódó szénhidrátokra kéne koncentrálni, abból kéne napi szénhidrát keretet biztosítani. Mik is ezek? A lassan felszívódó szénhidrátok a zöldségférék. A teljes kiörlésű liszt, az abból készült kenyerek, kiflik, zsemlék, péksütemények, a teljes kiörlésű lisztes barna tészták. Itt azért a hangsúlyt felhívnám arra, hogy az igazi barna nem csak a színezéktől barna, hanem ami valódi teljes kiörlésű lisztből készül. Lassú szénhidrát csoportba tartozik a baszmati rizs, a barna rizs, és mostanában oly divatos reformköretek, mint a bulgur, kuszkusz, köles, hajdina, árpa, gyöngy, kinoa, ezt mind-mind jól helyettesítheti a rizsforrásunkat. Illetve az ilyen Jolly Jokerek, aki már fogyókúrázott valaha, vagy cukorbeteg van a családjában, a Korpovit kekszet biztos ismeri, az is lassú szénhidrát forrás lesz. Az appehely, a csiamag, utifümag, héj, korpafélék, lassú szénhidrátok. Tehát inkább ezekből kéne biztosítani a napi szénhidrát bevételt, erre kell koncentrálnunk első körben. Az inzulinrezisztencia sajnos nem szűnik meg, de diétával nagyon jól karbantartható. Vannak olyan pacienseim, akinél egy súlyosabb inzulinrezisztencia volt, gyógyszeres kezelés szükséges volt, viszont nagy önfegyelmet tanúsító diéta során gyógyszeridőnként el is hagyható, tehát bizonyos esetekben elég csak a diétás kezelés is, nem mindig, viszont tényleg egy nagyon szigorú diétát kell akkor betartani hozzá.